Sziasztok! Már megint innen jelentkezem ebből az utcából, de ha másikból jelentkeznék, az is ugyanígy néz neki. Az az egy tonnás zsák majdnem kiürült. Meg ott van még egy majdnem egy tonnás zsák, ami majdnem kiürült. Már csak olyan 200 kiló lehet benne, úgyhogy dolgoztunk. És fáj mindenem. De az a tényleg mindenem. Amikor azt érzem, hogy gyenge vagyok és nincs izmom, fölkelek reggel és rájövök, hogy kurva sok izmom van, mert mindegyik fáj. Főcím. Többé nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Így más lesz. Híres ember, első ezen a néven. Közben eljöttünk madzagot venni, és azt nézzük, hogy a Tim Hortonosnál még mindig iszonyat sor van. Tehát még mindig sorban állnak az autók, nem tudom mennyire látszik, de ott végállnak, ott a kis zöld mellény és biztonsági örök. Nem tudom mi ez a Tim Hortons, ez állítok valami fánkos, de hogy itt reggel most mennyi van, 3-10 van, és, vagy hát már délelőtt 3-10, és még mindig egy csomó autó áll. Nem tudom mi ez a Tim Hortons, de nagyon bejött nekik az élet. Világ összes madzagját beleraktuk, azt a szerencsére felét visszapakolhatjuk, mert nem kell ennyi madzag. Azt visszapakoltuk ezt. Ez nem kell, ez ruhazállít, az a ruhazállítás. Amikor nem tudod milyen madzagot akarsz venni, az összeset beleteszed. Közben megvettük a madzagokat, és valószínű, hogy ez lesz a nyerő, ez a cuki rózsaszín. Bár ugye McFly barátomtól megtanultam, aki színekkel foglalkozik, hogy rózsaszínek is van 150 hatányalata, és lehet, hogy ez inkább ilyen kis fuchsia, vagy halott piros, vagy nem tudom még miket mondott, lazac, meg annyiféle rózsaszín létezik, most eszembe jutott pár egyik se, azt tudom, hogy az egyik se. Azt mondja az egyikre, amikor rózsaszínt kerestem, azt mondja, ez pink. Mondom, az rózsaszín nem, mert a pink az sokkal élénkebb. Úgyhogy, de kb. Valami 15 félét hallottam, úgyhogy ez nem tudom melyik rózsaszín. Májba. Májba, az is a rózsaszínnek egy jelenet, igen. Nem tudom ez melyik, de ez lesz a nyerő valószínűleg. És mondanám, hogy ezt ismerem, mert ez fehér, de erre valaki biztos mondaná, nem, mert ez tört fehér, vagy fehérek is hányféle, biztos van a hófehér, az is biztos más, mint a fehér. Lágymárvány. Honnan tudsz te ilyeneket? Lágymárvány. Na, akkor visszük a halott piros és a lágymárvány. Ez meg a fosbarna, nem tudom mi ez. Ez valami homokszín. Nem tudom. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy megvettük a világ összes madzagját, aztán megyünk dolgozni, úgyhogy nem tudom mikor jelentkezek legközelebb. A Rubik kockát nem tudom mikor fogom tudni nektek megmutatni. Rubik kocka gyűjteményt, aminek a 80%-a nem kocka, de nagyon jól néz ki, nekem nagyon tetszik, és mikor meglátoztam ezt, bele akarom rakni videóba. Első videóba, amelyik szombaton ezt megemlítettem, most már szerda van, és nem tudom mikor lesz rá időm. Amúgy mivel a márvány egy elég kemény anyag, ezért nagy valószínűséggel nem létezik olyan szín, hogy lágy márvány. Biztos, hogy nem létezik. Viszont képzeljétek el, ebben a házban lakott Edgar Allan Poe. Nagyon. Ebben a házban lakott Sting. Abban a házban lakott Madonna. És rájöttem, hogy bármelyik házra rámutathatsz, mind ugyanúgy néz ki. Jó, nem, mert azért azok például másabbak, de azt fogom csinálni, hogy végig sétálok, és mindegyik random házra rámutatva random embereket mondok, ugyanis esély van rá, hogy úgy nézett ki a ház, ahol lakott, mint amire mutatok, és a néni mutatta nekem, hogy ott ne kamerázzam. Úgyhogy nem kameráztam, magamat vettem. Ebben lakott Churchill. Csak tudjátok. Ebben lakott Dave Gahan, a Depeche Mode énekese. Ebben meg Martin Gore, a Depeche Mode gitárosa. Csak ennyi. A sapkám, hogy áll? Miért nem szóltatok? Hogy áll a sapkám? Így megyek végig az utcán. Abban lakott John Lennon, abban pedig Adele. Ebben lakott Hugh Laurie.
Természetesen ez csak egy ilyen vicces blokk volt. Ezt mondtam a bátyámnak éppen, hogy igazából 130-an nézik meg a videóimat, ők is ismernek engem már, mint a rossz pénzt, úgyhogy abszolút semmi gond nincs, azt mondok, amit akarok, mert úgyis ismernek a nézőim, és nincsenek sokan. Aztán persze, amilyen szerencsi csomag vagyok, ez a videón befut, azt mondja, az RTL klubon nézik főműsoridőben, a vlogger átverte a nézőit, a vlogger hamis információkat adott át az embereknek. Hárman lettek öngyilkosak, mert azt hitték, hogy valóban megtalálták Hula úri házát. Ki az a Hula úri? Ő ismerős a neve. Hát ismerős, mert az előbb mondtam, de ő valami humorista, nem? Vagy színész, nem ő a Dr. House? Dr. House, megvan a háza. Na, menjünk tovább komolyabb témákkal, na. Na, ott lakott Liam Gallagher, ott meg Liam Neeson, ő nem is lakott Angliában, de itt lakott mégiscsak, itt nyaralt. Itt lakott a Spice Girls, 1, 2, 3, 4, 5 ház. Itt vagyunk a személytelepen, hogy egy teherautóval hoznak iszonyat mennyiségű lisztet. Nagyon sok lisztet. Közben eljutunk a személytelepre elhozni egy csomó hulladékfát, meg ilyeneket, és azt láttuk, hogy a teherautóban rengeteg liszt, de ilyen 200 kiló, ha nem több, és nagy valószínűséggel lejárt a szavatosság, és most hozzák és dobálják ki. Úgyhogy az történt, vagy történhetett, mert csak feltételezés, hogy a pandémia miatt ők bevásároltak 200 kiló lisztet, úgyhogy az angolok nem is esznek finom lisztet, hanem élesztős lisztet. Mindegy, szóval bevásároltak 200 kiló lisztet, és lejárt a szavatossága, és most hozzák kihajítani. És aztán utána csodálkozunk majd, amikor így tényleg az van, hogy elfogynak a lisztek, és ezért, mert ők ezzel a nagyon színes, nagyon kifestett kis hippi kocsiba zsákszám hozzák a lisztet, de zsákszám. Hát ilyenkor ez bosszantos, hogy az embernek nyílik a bicska a zsebébe, hogy tényleg pocsékolunk, ennyire pocsékolunk, nem egy lisztet, nem kettőt, 200 kilót, értitek? Tehát ez pocsékolás. Azon egyáltalán, hogy tök jó lenne a zenekarnének, scrap metal és akkor ez a lövő. Néztük a söröket, és nem tudjuk melyiket választottuk, vagy melyiket olyan választjuk. Addig egy csávó csak fogta, és kiválasztott teljesen. És úgy döntöttek, hogy ha neki ez jó, akkor nektek is. Igen. Ugye este lett ismét, és mint minden jó munkás ember, sörrel zárom az estét, és anyukám, meg a sógornőm és a keresztlanyom elmentek boltba, és lengyel boltba mentek, és nem tudták, hogy milyen sört vegyenek, fogalmuk se volt, vagy mit, és hoztak ilyen sört. Zubr! És ott voltak a sörök, nem tudták, hogy miért vegyenek, és akkor nézték, és látták, hogy egy ember oda megy, és zsákszámra viszi ezt a sört, akkor biztos jó. És jó! Életemben nem ittam még ilyet, tök fura tényleg ilyen lengyel sör, és így abba gondoltam bele, hogyha Lengyelországból elhozták ide Angliába, akkor ez nem lett szar. Tehát például a magyar boltba bemész, akkor tök jó magyar dolgokat tudsz ott venni. Tehát valószínű a lengyel boltba is jó lengyel sört hoznak. Úgyhogy ennyi. Fú, gyerek, nagyon fáradt vagyok, ez már sokadik nap, és dolgozunk rendesen, még egy csomó mindent akartam mutatni, meg a másik az, amit ugye már régóta tervezek, és nem tudom már melyik videóban mondtam, hogy bele fogom tenni ezt a Rubik kockát, és lehet, hogy pont ebbe a videóba, de ott van fönn, azt le kéne majd forgatnom, ott van fönt. Úgyhogy az a baj, hogy ugye én két nap csúszással teszem ki a videókat, és emiatt kicsit így elcsúszok időben, mert megnézem, amikor megvágom a videót, hogy melyik van kint, meg reggel, mikor ti lájkoljátok, meg kommenteltek, de én már ugye kettővel később itt forgatom. Úgyhogy azt tudom, hogy már melyik videóban mondtam ezt a Predatort. Ez egy brutál gép, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva gép. Ne felejtsétek el szólni, mert erős kéne videót. És ebbe a gépbe nekem mi tetszik a legjobban? Na mi? Nem azt tetszik, hogy 8 darab 8K-s videó kimenete van, vagy mennyi, hanem ez. Helyhallgató tartó van rajta. Nem 8, nem tudom hány darab kimenete van, de rengeteg kimenete van, két videókártya van benne. Na majd ezt megmutatom. Szóval a lényeg az, hogy nekem így az idő az kicsit emiatt el van csúszva, meg tényleg reggeltől estig dolgozunk, hogy a bátyámnak minél szebb legyen a háza. Úgyhogy ha esetleg valami olyat mondok, ami esetleg nem biztos, hogy pont arra a videóra aktuális, akkor ne haragudjatok, csak tényleg az van, hogy már nem tudom követni.
Nem tudom, Magyaros Csaba, hogy csinálja, de ő azt hiszem úgy, hogy nem utal vissza. Mert én végignéztem az összes USA-nka sorozatot, és azt hiszem, vagy nem utal vissza, vagy ő is úgy, hogy okosan csinálja. Meg ő megtervezi, megszervezi a videókat, én nem. Én ahogy jön, úgy puffan, úgyhogy vannak gyengébb, és vannak erősebb pillanatok a videóban. Hát nem tudom, ez most melyik. Ja, amúgy itt van ám a kis G, a metál testvérem, a Görgöli Kiss. Ő is itt van velünk, és ma elvileg ő is itt alszik nálunk, mert nem akar 240 kilométert vezetni. Nézőknek elmondtam, hogy te ma itt alszol, mit érzel? Meg vagyok tisztelve. Hálásan köszönöm a Kosztot és Kvárteit, itt emel csodálatos házlakói biztosítottak számomra. Rettenetesen jól érzem magamat. És örülök, hogy itt lehetek. Kvárteit még egyelőre nem biztos. Köszönöm, Kosztó, örülök, hogy itt lehetek. Kosztat látszik is. Hát jó, hát. Na. És nincs megtervezve, de Sunyiba fölvesz, amit itt alszik. Te alud, csináljuk, mint aludnál. Ja, nincs megtervezve. Nincs megtervezve. És itt alszik. Kis Gergely, ne kell csak föl. Ezzel a szép életkép, ne beszélj, mert alszol. Ezzel a szép életképpel zárjuk a ma esti vlogot. Jó éjszakát! Nektek is szép álmokat! Pláne, hogy reggel 8-kor rakunk ki ezt a videót, nem gáz! Jó iskolába menést! Sziasztok! Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, hát lehet fedleni. Fáradtál tett a megfelelni akarás, csak ma szemem tárom, a kezem indul a szaladás. Ma szabad eszek, nevet, kélek, mint egy kisgyerek, hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.